Fiatal kortárs képzőművészek mutatkoztak be Kassán. A Vunu Galeri munkatársai az intézmény megalakulásának harmadik évfordulója alkalmából rendhagyó helyszínen a szocializmus idején épült Csehszlovákia egykori legnagyobb üzletházaként ismert Dargó bevásárlóközpont üres helységeiben rendeztek kiállítást. A Vunu egy szlovák mozaik szó, mely magyar nyelven a művészetünk nagy sikerei jelszót takarja. Azt láttuk, hogy a városban nincs professzionális platformja a fiatal kortárs művészetnek, ahol bemutatkozhatnának a művészek és a diákok. Ez volt az eredeti gondolat. Ma már 3 éve működik a galériánk, és nem csak kassai, de szlovákiai és nemzetközi művészek alkotásait is bemutatjuk. Szerintünk azért fontos kivinni a művészetet a galériából, hogy ezek a tömegek által látogatott épületek más kontextusban legyenek érzékelve. Sok ember a galériát exkluzív helyszínnek tartja, valamiért félnek látogatni azokat, úgy érzik, nem tartoznak falaik közé. De ha mi a művészetet a galériából ide egy bevásárlóközpontba hozzuk, közelebb kerül az emberekhez, mondja a képzőművész közösség egyik tagja. A kezdeményezés célja Kassa minden szegletében művészetet csempészni. Az idei évfordulós tárlat 18 képzőművész alkotását mutatta be. Az évfordulós kiállítás a koncepciója nem egy téma vagy művészeti ág köré épül. Igyekszünk egy áttekintést adni a kassai kortárs művészek elmúlt 1 év alatt készített alkotásaiból. Tavaly a fiataloknak adtunk teret, most olyan szlovákiai és európai szinten is befutott művészek állítanak ki, akik valamilyen módon kötődnek Kassához, vagy itt élnek, vagy itt tanultak, mondja a kiállítás kurátora. A nagy érdeklődés mellett zajló kiállításon festményeket, grafikákat, audiovizuális, intermediális és konceptuális művészeti alkotásokat tekinthettek meg a résztvevők. Van egy ilyen szériám autókról, amit már kb. 2 éve csinálok, és mindig próbálok megmutatni valami darabokat belőle, szóval elhoztam 7 képet, amit még nem volt kiállítva. Szerintem fontos, hogy megmutassuk például azt, hogy van újabb generáció, aki csinálja a kortárs művészetet és próbálja valahogy másra csinálni, mint a többi ember. A 3 éve alakult galéria a főutcán székel, és évente 8-10 időszakos kiállítással jelentkezik.